Gyermekkorom kedvenc története Dávid és Góliát csatája. Esténként nagyon sokszor kértem a szüleimet, hogy olvassák fel nekem, mindannak ellenére, hogy pontosan tudtam, hogy mi lesz a végkimenetele. Pontosan tudtam, hogyan fog véget érni. Hogyha Góliát és Dávid csatájáról beszélünk, akkor valószínűleg már egy ismert dolgot hoztam nektek. Nem először fogjátok ezt hallani. De most szeretnék pár olyan aspektus bemutatni ebből a csatából, ami taníthat bennünket arra, hogy Isten hogyan harcol értünk, hogyan tudunk megküzdeni a saját góliátjainkkal. És most első alkalommal így hétfőn, mivel egész héten ezzel a történettel fogunk foglalkozni, hétfőn Góliát és Dávid megvallásáról, Góliát és Dávidnak a kinyilatkoztatásáról szeretnék pár szót mondani. Az 1 Sámuel 17:43 azt mondja, ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy botta jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Két megvallást hallhatunk, és két megvallást olvashatunk ebben a történetben. De mi is ez a megvallás? Mi is ez a kinyilatkoztatás? Hogyha a történelemben megnézzük, Winston Churchill a II. Világháborúban több kinyilatkoztatást tett. Az egyik így hangzik, győzelem bármi áron, győzelem minden iszonyat ellenére, győzelem bármilyen keserves legyen is az út, mert győzelem nélkül nincs tovább élet. Aztán említhetném dr. Martin Luther Kinget, az emberjogi aktivistát és lelkipásztort, aki azt mondja, van egy álmom, egy napon fel kell majd egy nemzet, és megéli, mit jelent valójában, ami a hitvallásában áll. Ezek a kinyilatkoztatások, ezek a megvallások, ezek erővel vannak felruházva. Valójában ezek nézőpontokból születnek meg. Nézzük meg Góliát nézőpontját. Góliát nézőpontja az emberi nézőpont volt, ami a Wikipedia szerint is azt mondja, egy kitekintő pont, hely, ahonnan egy látványt, térbeli kiterjedést szemlélünk. Ez egy pontból megszületett megvallás, egy nézőpontból megszületett megvallás. Viszont Dávid királynak, Dávidnak a nézőpontja az isteni nézőpont volt. A teljes kép, ahogyan Isten látta azt a helyzetet. Góliát látása beszűkült volt és felületes. Azt mondja Góliát, botta jössz ellenem? Milyen érdekes, hogy Góliát nem vette észre Dávid kezében a paritját, és nem vette észre, hogy van rajta egy tarisznya is, amiben 5 sima kő van, mert felületesen szemlélte Dávidot. Dávid látása és a hozzáállása az volt, hogy milyen nagyszerű, hogy Góliát csak a botot látja a kezemben, nem látja a paritját, és nem látja az 5 sima követ. Azt mondják a Biblia kutatók, és az egészségügyi szakemberek, hogy Góliát látása valószínűleg nem lehetett túl jó, mert magas növésű, hirtelen növésű ember volt, és emiatt a látása, a szemének a növekedése nem tudta lekövetni a növekedését, és ezért gyenge volt a látása. Valószínűleg fegyverhordozója is ezért ment előtte, hogy tudja, hogy hova kell lépnie. Ma arra hívlak téged, hogy szemléljük abból a nézőpontból Isten igéjét és az életünket, ahogyan Isten lát bennünket. Dávid pontosan tudta, hogy ezt a csatát ezt meg fogja nyerni. Miért? Azért, mert látta azt, ahogyan Isten látja őt. Most szeretnék pár mondatban imádkozni érted, holnap pedig folytatjuk Góliát és Dávid történetét. Istenem, köszönöm neked a lehetőséget, hogy a te perspektívádból, a te látószögedből láthatjuk az életünket, hogyha hozzád imádkozunk, hogyha téged ragadunk meg, és téged akarunk megragadni. Uram, azért imádkozom, hogy adj nekünk
látást, adj nekünk az életünkre egy olyan látásmódot, amiben láthatjuk a győzelmeinket előre, amiben hitet kapunk és erőt kapunk a nehézségeinkben is. Köszönöm neked, hogy jöhetünk hozzád, köszönjük, hogy Jézuson keresztül van utunk hozzád. Kérlek, áld meg a hallgatóságot, és áld meg az én életemet is. Legyél velem, Jézus. Amen. Isten áldjon titeket, holnap pedig folytatjuk.